most indul a Sláger reggel. Pillanatok kérdése és 4 perc múlva 6 óra múlt, nem tudom már mi van. Igen, valahogy így jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással, én is nagyon kellemes ébredezést kívánok mindenkinek. Jön inkább Pink, ez a Blow Me, jó reggelt! Ez a Sláger reggel. 3,5 perc múlva 4:07, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Na így másodikra azért így közel 6 perc után csak megtaláltam, hogy mi az óra, meg hogy kell leolvasni. Jól aludtál, minden rendben? Figyelj, nagyon jól aludtam. Egy baj van, hogy nem tudom fölemelni a kezemet. Mi történt veled? A jobb kezemet. Hát mutatom, hogy mi történt tegnap. Mi ez? Jesszus Isten, mi ez? Kérlek szépen, ez volt a tegnapi napnak, a tegnap estének a egyik bulija. Hogy? Mert nem gyerek született a portán. Ennyit elárulhatok. Nem, kint voltunk Gábor barátomnál Csömörön, aki egyébként autók restaurálásával foglalkozik, csodálatos német luxusautókat újít föl, régi autókat. És hát a szomszédban lakik 3 kecske. Jó, hogy ez egy kecske hang volt. És nagyon jó, elbeszélgettünk, aztán egyszer csak kimentünk, és láttuk, hogy hát jazzel az egyik kis kecske. Aha. Körbe a hát az elég drága autók között. És ugye hobbija az, hogy felugrál ezekre. Igen. Hát ez nem tesz jót. Nem tesz jót a fényezésnek, hogy a patával végig jazzel rajta. Oh. Úgyhogy beindult az akciócsoport, hogy akkor elfogjuk a kecskét. De figyelj, tehát nem volt nagyobb, mint egy labrador a kecske egyébként, de hát mivel kecske, ezért szökel. Igen, és gyors, mint az állat. Konkrétan van egy olyan videó, és ez sajnos nyilván a nyomdafestéket nem tűrő dolgok is vannak benne. Konkrétan fölugrott majdnem az ölembe, tehát ne. Így szemből nekem ugrott, fölugrott a karomra, és rongyolt végig a portán. És hát egy jó 20 percet el voltunk, mire meg tudtuk fogni a kecskét, de figyelj, tehát olyan hangulat volt, hülyére röltük magunkat, és közben egy ilyen stressz helyzet, hogy nem tudjuk megfogni a kecskét, üvölt a másik két kecske, meg jön oda, hogy mi történik a harmadikkal, figyelj, ja igen, és akkor sikerült az egyik pillanatban megfogni, és elindult balra, olyan erő van benne, hogy hihetetlen, úgyhogy kiugrott a vállam, de visszaugrott legalább. Ugye levideóztátok? Az, hogy kiugrik a vállam, azt nem. Nem, de a kis kecskéket, ahogy próbáljátok hajkurászni. Az megvan, igen. Jó, az megvan. Akkor ezt meg kellene mutatnunk majd a hallgatóinknak. Lehetséges, igen, hogy Tomi próbálja a kecskét, figyelj, és mondom, olyan hangja van, hogy valami hihetetlen. Mutasd még egyszer, óriás. Nem tudom mondani. Édesem. Itt valahol. Egy teljes pánikba üvölt, tehát... Édesem, hajnap egy ilyenre ébrednél, az biztos, hogy vér meghűl. Mi történik a szomszédban? Igen. Nem tudtam, hogy ez most kisbaba hang, vagy micsoda. Na ez az, igen. Kiskecske hang, édesem. De minden oké velük, ugye nyugtass meg. Persze, hogy ne. Az állatvédők érdekében is. Hogy ne, persze. Hát volt rajta, nem póráz, de kvázi póráz, igen, egy ilyen nyakörv, és akkor annál fogva sikerült elcsípni. Teljes stresszben volt. Hát igazából mindannyian stresszben voltunk. Kizgult jobban a kecske vagy mi, de sikerült a mentőakció, úgyhogy nem esett sem a kecskében, sem egyéb tereptárgyban kár. Sláger reggel! 8 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát sokan néznek természetfilmeket, és ez alapján azt hiszik, hogy például egy kecskét meg lehet simán fogni. Én ezek táborába tartozom, és ez egy nem jó ötlet, illetve nem egy működőképes dolog azért. Most, hogy megnéztem a videót, az brutál. Tehát nagyon gyors egy kecské, nem is gondoltam volna. Hihetetlen, hogy milyen tempója van, és ugrik mindenre. És hogy milyen gyorsan tudok ugrálni. Igen. Én milyen lassú vagyok. Hát vannak, akik természetfilmekből nem tanulnak, vannak, akik pedig azt hiszik, hogy a filmek segítenek abban, hogy ők például pókemberré váljanak, mert hogy ez történt 3 bolíviai kisfiúval, akiknek pókember a kedvenc Marvel hősük, és azt gondolták, hogyha megcsípi őket egy pók, akkor majd ők pókemberré válhatnak. Egyébként 8-10 és 12 éves kisfiúkról van szó. Érdemes lett volna azért itt valakitől megkérdezni, igen, szakértőtől, hogy... Van erre reális esély, hogyha ők megcsippetik magukat egy pókkal, akkor utána New Yorkban a felhőkarcolók között hálót köpve tudnak majd közlekedni. De az a durva, hogy fekete özvegyet választottak. Tehát nem egy aranyos kis keresztes pókot, tudod, mondjuk hál' Istennek nem lett semmi bajuk, mármint olyan szempontból, hogy kórházban kezelhető volt a sztori, és túlélték, úgyhogy minden rendben van a gyerekekkel, de azért, amikor anyuka sokkot kapott,
Szerinted hát figyelj, az, amikor elmesélték. Igen, hogy anya, mi pókemberré akartunk válni. Anya, nem vagyok jól. Igen. Mi történt, kisfiam? Hát, megcsípettük magukat egy fekete özvegyel. Igen. És a másik két tesóddal ők is. Ők is, igen. Tehát azért anyának nem lehet egyszerű. A három bolíviai pók gyerek. Igen. Még nem pók emberek, még pók gyerekek. Igen. Neked volt egyébként olyan, amivel is sokkot okoztál édesanyádnak? Tehát, rendszeresen, de mondjuk, hát mondjuk ilyen hülyeséget talán nem csináltam. Bár, ha jobban belegondolok, nem, én gondolom, így osztok-szorzok, de nem. Hát, olyanok voltak persze, hogy mit belelőttem a tűzőgépet a lábamba, meg nem tudom, de úgy nem akartam nagy tűzőgép lenni, hogy majd akkor ettől majd én átváltozok valamivé, azért ekkora őrületet nem csináltam. Mi neked volt hát valami? Hát balesetek értek minket, de nem ilyen jellegű, hogy most én valamivé akartam válni. Amit viszont nagyon szerettem volna, és nagy vágyam volt, hogy én gumibogyó szörptől tudjak ugrálni, mint a gumimacik. Persze aztán rájöttem, hogy ilyen nincs a való életben, de ezt a képességet úgy gyerekként nagyon bírtam volna. Fie, próbáld meg! Én azt mondom, mit veszthetsz? Már az a baj, hogy felnőtt fejjel tudom, hogy ez nem működőképes. Igen, sajnos, igen. Én pedig teljesen abban a hitben voltam. Hogy még megy a gumibogyószöt? Hát ha. Ja, nem. Hát ha lehet tőle ugrálni, igen. Drága hallgatóink, írják meg nekünk, vagy hívjanak minket, és mondják el, hogy mi volt a legnagyobb gyerekkori vágyuk, kire vagy mire szerettek volna hasonlítani. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 3/4 hét, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Géza írt egy üzenetet nekünk a Sláger FM Facebook oldalára. Igen, most jelenleg ez a kommunikációs fórum, ahol tudunk beszélgetni. Sziasztok, szép reggelt, ha elkészülök vele, megleplek benneteket egy gázkisüléses izzóval működő órával. Igen, belebonyolódtam egy kicsit. Nem az analóg óra leolvasásában, tehát nekem már a digitálissal is vannak néha ilyen csörtéim, de nem tudom, milyen lehet egy gázkisüléses izzóval működő óra. Sandra pedig azt írta nekünk, sziasztok, jó reggelt. Én gyerekkoromban Batman akartam lenni, anyukám nem annyira örült neki, de minden alkalommal Batmannek öltöztem, annak ellenére, hogy kislány voltam, farsankor is mindig az akartam lenni. Érdemes azzal kezdeni, hogy apró rovarokat eszik meg az ember, így alkonyatkor. Írtam mindezt egyébként azért, mert ugye három kisfiú megcsípette magát a pókkal, a fekete özvegyel egészen pontosan, mert azt hitték, hogy így lesz belőlük majd pókember. Egyen meg a szívüket. Hát se denevér, se pókember ne legyen senki szerintem. Hát, nem egy jó szakma, egyik sem. Nem, valahogy nem, inkább ne. Elég eldurvult a helyzet egy holland nagymama és a lánya között. A vita oka az volt, hogy a nagymama a szülők engedélye nélkül osztott meg képeket a Facebookon és a Pinteresten is, amit, na mindegy, szóval az unokákról. Nagyon jól alakult a helyzet, és hála Istennek, hogy jól meg tudták beszélni, a lány már a bírósághoz fordult, mivel többszöri kérésére sem törölte a nagyja a fotókat. Na most itt két dolog jön föl. Az egyik az, hogy a nagymamának fogalma nincsen, majdnem egy másik F-betűs, igen. Na igen. Szóval nem nagyon van fogalma arról, hogy mit is hova kellene. Tehát a Pinterest az aztán végképp nem erről szól. Igen, oda feltöltöd a képeket, és akkor azt megveheti valaki, nem? Azt nem tudom például, nincs fizetős része? Abban nem vagyok biztos, de hát hogy az nem erről szól, hogy családi képeket osztunk meg nem. rajta, hanem az, hogy a kertet lefotózom, így meg van. De jó, lefestettem a kerti bútort, és akkor az milyen jól néz ki, meg igen, design, meg szép növények, meg nem igen. tudom, tehát hogy... Igen, hát az nem az unokákról szól, igen. És ráadásul, hogy odáig eljuss a saját lányoddal, hogy bírósághoz kell menni, és a nagymamát meg kell, hogy büntessék pénzbüntetésre ahhoz, hogy mondjuk levegye ezeket a képeket. Ja igen, ráadásul igen, napi 50 euró azért az a szép. Büntetés, amíg le nem veszi konkrétan. De jó fej volt a bíróság, a legfeljebb összesen 1000 eurót fizethet. Tehát eddig mehet a bírság. Ugye tesómiknál van három gyerek. Én nem tudom elképzelni, hogy anyukám odáig jusson, hogy mondjuk ha lefotózza az unokáit, már pedig a telefonjában ugye vannak képek az unokáiról, akkor azokat megossza úgy a Facebookon, hogy a tesómik azt kérnék, hogy ne. Én amikor a kicsiket lefotózom, vagy közös képet szeretnék velük készíteni, akkor mindig megkérdezem őket, hogy szeretnétek. Tehát, hogy nem az van, tudod, mint egy csomószor, amikor látod a képeken, hogy a gyerek ordít, sír, és nem akart képet, de az anya, vagy a nagymama, vagy valaki azt gondolta, hogy jaj, ez de vicces lesz. De hány évesek ott a gyerekek? Hát 5, 7 és 13. Mondjuk a 13 évestől már meg tudod kérdezni, hogy beleegyezik-e. De a kicsiktől is. Hát megkérdezi, meg tudod, de na jó, de hogy... Tehát, hogy tudod, jó fejek így elmondják, hogy van-e kedvük hozzá egyáltalán. Tehát itt ez az alapsztori, hogy a gyerekek akarják-e vagy sem. Az oké, hogy akarják-e, de hogy mondjuk tud-e felelősség teljesen dönteni mondjuk egy 5 éves. Arról, hogy kirakd-e a Facebook oldalra, az nem oldaladra. Nem felelősség teljesen, ebben teljesen igazad tehát van. Ott a, szülő, ott a szülőket is, igen. Azt mindig, hogy azt a szüleiktől, hogy kitehetem-e, de azt meg a gyerekektől, hogy elkészíthetem-e a képet.
Hát igen, vagy hogy tetszik-e? Igen. Melyik képet teheted ki? Igen, azt is meg szoktam kérdezni tőlük, nagyon édesek. Hát azért ez házasságokban is előfordul. És richtig azt a képet rakott föl, amin a rosszabbik profilom van. Nektek és van akkor... tényleg? Nem, de volt ilyen nem. Vita köztetek? Ez ilyen utopisztikus dolog, tényleg? Nem, ezt csak hallottam. Városi legenda. Városi legenda, igen. Ismerősök mesélték, igen, igen. Ha a hallgatóink között van esetleg olyan, ahol mondjuk a családban valaki állandóan fotózgatna és borzasztó képeket tölt fel, akkor írják meg nekünk, most ez esetben a Facebookon tudják megtenni, mert sajnos az SMS falunk még nem működik. Jelenleg. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy nagymama megütötte a bokáját, mert hogy fölrakott az unokáiról képet a Facebookra, a lánya beleegyezése nélkül, majd amikor kérte volna a kedves lánya, hogy vegye le a képeket a gyerekekről, hát ő ennek nem engedelmeskedett, úgyhogy konkrétan bíróságra fordult, nem mindegy, szóval teljesen nonsense a történet. Hát a nagymama nyilván nagyon jól kezeli az internetes felületeket, fölrakta a Pinterestre is a fotókat, ami abszolút nem erről szól, de nem baj, ott vannak kint a gyerekek, napi 50 euróba kerül a nagymamának ez a húzása, és ezzel kapcsolatban ugye hát felvetettük itt a Petrával a dolgokat, hogy mi például milyen fotókat töltünk fel, vagy ezzel milyen problémákba ütközünk. Barnavás azt írja például, sziasztok, én már semmilyen fotót nem küldök. Nem. Hol van? Jó, közben elugrott a fal, szuper. Én már semmilyen fotót nem töltök fel, a feleségemmel egyszer nagyon összebalhéztunk. Na, erről van szó. Timi üzenete pedig, sziasztok, az én anyukám is állandóan fotókat készít, és retteneteseket, és mindig azt hiszi, hogy azok jók, és igen, feltölti őket a netre. Nem örülök neki, bár bíróságra nem mennék, mert nagyon szeretem, és ez egy furcsa szituáció, amiről beszéltetek, de én sem örülök a képeknek. Tudod, mi a durva, és nem akarok véletlenül sem megbántani senkit, de az olvasó szemüveg például sokat segít abban, hogy megítéljük, hogy ez a fotó, ez jó, avagy sem. Igen. Igen. Tehát amikor fotózol, és már nyomsz a gombra, hogy már mehet is ki, úgyhogy meg se nézted. Azért nyilván egy 10x15-ös papírképet megnéz az ember, azért ezt úgy meg tudja vizsgálni. De mondjuk egy 5x8 cm-es kijelzőn, úgy nagyjából megnézve, remegő kézzel csinálunk egy fotót, és azonnal lövöm föl az űrbe. Hát hány ilyen van? Hát rengeteget látni a Facebookon, amikor így nézed, hogy ezt komolyan gondolta valaki? Hát igen, és az egyik, amikor, amit feltöltenek, a másik meg, amit mondjuk véletlenül elküldenek így másoknak. Van. Az pedig a csúcs, például nagy közös üzenetbe, igen, hogyha olyan fotók vagy olyan videókat küldenek, igen. Köszönjük szépen az üzeneteket, továbbra is a Facebookon keresztül tudunk kommunikálni, illetve hívjanak minket a 06303030958-on, mert egyelőre az SMS falunk nem működik. Szinte hihetetlen, hogy mi mindenre kötnek emberek biztosítást. Tom Jones például 7 millió dollárra biztosította hát az imidzséhez tartozó haját. Konkrétan 7 millió dollár. Azért az kemény. Mi van, ha leég neki, akkor 7 millió dollárt kap? Gondolod egy születésnap, na mit kívánsz? Hát egy kis Zsozsó jó lenne. És már meg is van. És ott a 7 Ennyi. Millió. Nagyon jó. Ez egyébként egy tök jó ötlet. De a haj az kinő, tehát hogy ez egy teljesen jó sztori. Hát hogy neki már nem biztos. Ja, mondjuk ez igaz, ő már annyi. Vagy lehet, hogy beültette. Igen. Igen. Aztán egy étterem kritikus az ízlelő bimboit biztosította, ha esetleg baj történne velük egy rosszul sikerült kóstolásnál. Ez is jogos, hiszen ez a munkájához egy segédeszköz tulajdonképpen. Hát, igen, a legfontosabb, de... Tehát per ízlelő bimbó vagy? Jó kérdés. Vagy melyik területet? Jó kérdés. Sós, édes? Igen. Mi száll el ilyenkor? Hogy milyen furcsa biztosításokat kötöttek még, mindjárt ezzel folytatjuk. Mi átlag emberek maximum szerintem csak normál biztosítást kötünk magunkra, nektek van? Életbiztosítás nincsen. Aha. Más testrészemet pedig még nem biztosítottam. Miért nem? Kellene? Mert minden más biztos. Neked a hangodat kellene, látod? Hát kellene. Na. Elrakni valami. Írják meg nekünk, hogy fontosnak tartják-e, hogy legyen biztosításuk, illetve csak nyaraláskor kötnek, mert olyankor azért hál' Istennek már egyre többen az utas biztosításokat. Az SMS számunk 0303030958, ez most nem működik, de ezen a számon hívhatnak is minket biztosításügyben, illetve a Sláger FM Facebook oldalát is használhatják. Addig pedig jön David Guetta, jó reggelt mindenkinek! És most indul a Sláger reggel! Sláger! 6 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. A most ébredőknek két csodálatos dallal készültem, jön már is a Maroon 5 és a Misery, a kezdés viszont a koszovói születésű Dua Lipa-é, ez a Don't Start Now. Jó reggelt mindenkinek! Sláger reggel!
Két perc van, 4-1-8, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Nagyon örülsz. Igen, mert hogy végre felé lett, vagy felébredt az SMS falunk is, úgyhogy most már lehet nekünk küldeni az SMS-eket, a Viber üzeneteket a 0630303095-8-ra, úgyhogy próbáljuk ki, adjanak magukról életjelet a mi drága hallgatóink, hogy lássuk, hogy valóban működik-e, vagy csak a mi próba üzeneteink jöttek át. Igen, hát az SMS falra mi nem kötöttünk biztosítást, hogy ez működik-e vagy sem, de mondjuk, hát szerencsére. Igen. Most úgy néz ki, hogy összeszedte magát. Viszont egészen extra dolgokra kötnek, nyilván legfőképpen a sztárok, a milliárdosok kötnek olyan testrészeikre, képességeikre biztosítást, amit tulajdonképpen el sem tudunk képzelni. Ugye Tom Jones ikonikus haját említettem már az imént, aki konkrétan 7 millió dollárra biztosította a haját, amit nem tudom, hogy ez hogy juthat hozzá például. Hát tehát, ez hogy az. Igen, említettem ugye ezt a születésnapi zsúrt, tehát hogy ott egyszer csak lángra kap a rőzse, és akkor kész, hát gyerekek, ez van. Meg hogy ugye, hogyha önhibáján kívül történik, csak akkor fizetnek, vagy hogyha ő maga gyújtja fel magát véletlenül, mert hozzáhajol, tudod, a gyertyához, amikor elfújja, vagy ilyenkor mi történik vajon? Igen, de vagy mi történik? Tehát mint a furcsa párban, amikor fölkapja parókát a varjú, és akkor elviszi, tehát hogy milyen szituációk lehetnek, amikor ez károsodik. Meg én nem is gondoltam, hogy ő a haját tartja a legnagyobb ékességének, nem? Tehát, hogy hát neki, ha a hangjára kötne biztosítás, vagy a bekecs így van. Az ingombok között kibújó bekecs. Igen, Merv Hughes, aki egy sikeres krikettjátékos volt annak idején, na talált ki, hogy mire kötött biztosítást. Egy krikettjátékosnál azt gondolnád, hogy mondjuk hát, a... feltételezem, hogy a kezére, vagy könyökére, vagy nem tudom, igen. Nem, képzeld a bajuszára. 370 000 dollárra biztosította a bajuszát. Nagyon szép kis kackiás bajsza volt, én megnéztem igen, róla. Igen, de milyen dal is. Igen, ilyen Salvador dal is. Picit vastagabb, de tudod, az ilyen kis pödrős bajusz. Úgyhogy neki az volt az éke, ő úgy döntött, hogy ő arra szeretne biztosítást kötni. De ez... Tom Jones-nál sem tudom felfogni, igen. Tehát, hogy Tom Jones miben csorbul, mint nagy Tom Jones, a nimbusza, attól, hogy mondjuk a haja megég, hát figyelj, kihullik, hogyha mondjuk, vagy... nem tudom, ott áll a színpadon kopaszol, lehet, hogy az emberek, de tudod... De mi, hazamennek? Máj, máj! Hülye, nézd már, mert nincs haja. Menjünk haza, hát ez nem is a Tom Jones. Igen. Keith Richards, a Rolling Stones egy gitárosa, a középső ujját $1,500,000 biztosította. $1,500,000. Lehet, hogy ugye neki is, mint ahogy úgy általában a középső új szokott a leghosszabb lenni, és ugye attól fél, hogy becsipi valahol. Igen. Tehát, hogy ugye valami ilyesmi, vagy mit hogy olyan hosszú keze van például, hogy egy lapos sportautóban ül, kilógatja a kezét, és ledarálja az aszfalton az ujja végén. Tomi, te azért tudsz gitározni a középsúlyodat, mennyire használod gitár, nem? Tehát, hogy nem inkább, én azt gondoltam volna, hogy nem a középsúlyodat használd a leginkább gitározáshoz. Hát, hogy Keith Richards, Richard melyik ujját használja a legjobban, hát tételezzük fel, hogy a középső ujját. Hát nyilván valószínűleg azért. Én nem tudom, én mindennel próbálok gitározni, valami hangot csiholja ki belőle, ez a lényeg. De az, hogy én biztosítsam valamimet például, nem értem. Igazán. Neked van egyébként biztosításod? Nincsen. És amikor elutaztok valahova nyaralni, hát akkor kötünk, persze. Tehát, hogy ez fontos, hogy legyen. Aha. Igen, hát ezt mindenkinek ajánlom azért. És egyébként tényleg ilyen filléres. Tehát igen. Egy nyaralás költségéhez képest tényleg filléres tétel, de hogyha tényleg valami baj van, akkor azért ez egy nagy segítség. Nekem képzeld, hogy kockázati életbiztosításom van. Azt azért kötöttem, hogyha bármi történne velem, akkor a kis családomat bebiztosítsam. Anyukám és a Tomi a kedvezményezett, mert úgy döntöttem, hogy hát nyilván ők a két legfontosabb ember az életemben, hogy nekik jó szeretnék segíteni, hogyha valami történik velem. Viszont hallottunk azért sokszor olyan sztorikat is, amikor visszaélnek a biztosításra. Ezt leginkább mondjuk autók törésénél szokták elkövetni. Tehát azért hát vannak olyanok, akik próbálnak ott himi-humizni. Én szerintem még mindig megy, de azért régebben, tehát szerintem ez a 90-es évek eleje közepén azért az ott egy vad időszak volt ebben a biztosítási csalásokban, tehát ott azért rárepültek rendesen. De most is van biztos. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 7:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hihetetlen biztosításokról és biztosítási összegekről beszélgetünk, például a Kiss együttes alapító tagjának, a magyar származású Gene Simmonsnak $1,000,000 ér a nyelve. Wow. Biztosítási kötvény szerint. Az szép. De mi történhet Gene Simmons nyelvével? Nagyon jó a kérdés. Oké, hogy nyilván ugye a borítók és stb. És ugye a klasszikus ugye nyelv kilógatás az megvan, de mondjuk tehát, nem tudom, egy forró húsleves és
azt a... És utána már nem tudja olyan hosszúra kinyújtani. Hát összemegy a melegbe. Nem lesz olyan, mint egy kaméleon, tudod, és akkor már baj van. Olyan nyelve, mint a kaméleonnak? Hát, ez annyira nem. Hát azért elég hosszú a nyelve. De ugye kapja fiam a legyet, el nem hiszed. Igen. Vagy mitől lesz ő kevesebb, hogyha mondjuk leég a nyelve? Igen, hát ezekre a kérdésekre nem nagyon tudunk választ, viszont a hétköznapi életben azért inkább arról hallunk, hogy hogyan próbálnak az emberek visszaélni ugye azzal, hogy mondjuk van egy biztosításuk, és hogyan akarnak a biztosítóról sok-sok pénzt legombolni. Így van. És itt van velünk Laci a vonalban, aki biztosítási ügynökként foglalkozással rendelkezik. De szépen elmondtam. Jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Sziasztok! Hello! Ti tapasztaltátok már azt, hogy próbáltak valahogy titeket átverni? Persze, természetesen. De közben vannak olyan, hogy elég nevetséges módon is. Na például? Hát a kedvencem az volt, amikor egy ügyfelem a teherautókaszkójára akarta kifizetni a fogcsináltatását. De várjál, ez hogy? Tehát mi volt a gyakorlatban a sztori? Hát próbáltam én is, amikor azt mondom, vissza se veszük a dolgot. Igen. Meghökkenünk, tehát előtte nem nevetünk, mert minden hülyeség van. Aha. Utána már igen. De hogy megkérdeztem, hogy ezt mégis mire gondolt. Hát hogy mégis kaszkora, hogy lehetne. Hát mondom, és akkor viccesen fogtam figurát, mondtam neki, hát mondjuk, ha ütközöl és leharapod a kormányt, de egyéb esetben hogyan? Ja, tehát, hogy ez konkrétan megkérdezte tőled, hogy ezt lehet-e? Azt a mindenit. Hát ilyenkor azért szűrjük a kárbejelentéseket. Igen. De amikor fejlődj ügyfő, hogy kára van, akkor megkérdezik, mi történt, hogy van, és akkor utána, hogyha ilyet mond, akkor próbálják egy kicsit finoman leterelni a dologtól. És volt olyan, aki már teljesen hülyének nézett? Tehát, hogy kimentél, hát, mondjuk megnéztél egy autót, körbenéztétek, és akkor valami korábbi sérülést is azzal akart megcsináltatni? Olyan volt, aki Franciaországban leégett kocsit akart kaszkót kötni. Mi? Úgy mondtam neki, hogy ez hogy képzel végig. Vagy volt, amikor úgy tereltem a dolgot, hogy megszerint mit kérek érte. És úgy mondtam, mit szemlemmel, és nem 15 milliót. És úgy néz. Hát, de hogy miért mondta szennyit? Hát figyelj, garantáltan lebukunk, engem kirúgnak, erkölcsimet bevonják. Így van. De kb. Egyébként körülbelül megél, de már csak vízből mondtam. Persze. Próbáltuk megvesztegetni? Oda. Persze. Elájulok. Azért minden évben előfordul egy-kettő. Sőt, jó, év. Nem csak megvesztegetés, ez most nem teljesen kárral kapcsolatos. A kedvencem egy paraszbácsi volt, amikor még volt baleseti adó. És kötöttünk egy kötelezőt, és mondom neki, hogy mennyi a baleseti adó, és mondja, hogy és hogyha nem kérek róla számát, akkor elengedhetjük. Csak a hivatalos forma, így van. Neked milyen biztosításod van? Minden. Minden? Jó, ez nem azért, mert a szakmában dolgozom, hanem mert látom azt, hogy ami megtörténhet, az meg is történik. Aha. És érdemes lenne nyilván mindenkinek erre egy kicsit odafigyelni. Hát én azt szoktam mondani, hogy néha egy bevásárlására ért, például egy lakásbiztosításnál nyugodtan alhatunk. Mondjuk ebben igazad van, igen. Bármi történik, vagy a másik akkor... egy kaszkónál is, hogy amelyben néha kerül egy kaszkó, abból tud valaki menni egy autót. Hát ez az, igen. Igen, pláne, hogyha már le is van égve. Igen, Franciaországban. Nagyon... Vagy ellopták, igen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szép napot neked. Nagyon szépen köszönjük. Ciao, szia. Ez a teherautós fogsoros, ez nagyon tetszik. Figyelj. Ez hihetetlen. De meg, hogy egy leégett autóra kötsz kaszkót, azt tudod? De hogy már ugye önmagában már ugye elmagyarázni is ez nagyon nehéz. Igen. Tehát, hogy nyilván egy felfokozott idegállapotban van az ember, mert tudja, hogy át akar verni valakit. És utána fölhív, hogy figyelj, az a baj, hogy nincs fogam elől. Igen. Te ugye milyen ráharaptál a rökhárítóra, vagy mi történt? Teljesen hibbantak az emberek. Ez a Sláger reggel. 8 perc elmúlt fél 8, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Arról beszélgetünk, hogy amikor Tom Jones elkezd énekelni, hogy she's a lady, és lángra kap a haja, akkor az nagyon sok pénzt jelent neki. Igen, 7 millió dollárt egészen pontosan. Nagyon szép összeg. De milyen érdekes, hogy ha ránézel egy kopasz Tom Jonesra, akkor tudod, hogy még gazdagabb, mint volt. Az a baj, mióta mondod, azóta el tudom képzelni, hogy kopasz az szegény. Csak úgy tudod elképzelni. Igen, csak úgy. És most már így lesz a szemem előtt. Bármikor halljuk majd Tom Jones lágerét. Most már nyugodt a leéket a haja. Üzenjük neki. Mindjárt így dobok egy üzenetet neki. Egészen elképesztő, amiről Laci mesélt nekünk, hogy hogyan próbálták az emberek a biztosítót átverni, és azt kérdeztük ugye, hogy van-e biztosításuk, illetve fontosnak tartják-e. Bogi üzenete, sziasztok, nekünk lakásbiztosításunk van, ami nagyon sokat segített, amikor tűz volt a konyhánkban. Az szép, igen. Igen, mert azt úgy, hogyha mondjuk önköltségen kell megoldanod, azért az brutális összeg tud lenni. Hát igen, jó, mondjuk nem egyszerű azért ezt utána ott végigkövetni, tehát hogy miért volt, kinek a felelőssége, stb. Nyilván ezt biztosítása válogatja, hogy mi tartozik bele, vagy milyen kötöttségek vannak benne.
Feri azt írja, sziasztok, ha nem kötöttem volna utasbiztosítást, akkor nagyon megszívom, Görögországban a nyaralás során törtem el a lábamat egy ügyes ugrás közben. Ez már önmagában egy szép nyaralás. Úgy már ne utazzunk szerintem. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy utasbiztosítás nélkül most már az emberek nagy része nem indul el, nem? Tehát most én nem vagyok azt, benne biztos. Hogy... Igen? Én szerintem ez még mindig olyan, hogy... Ez a pár ezer forint. Ez a pár ezer forint. Minek? Miért? Anya, tavaly volt valami? Idén se lesz semmi. Jó, hát velünk sem. Se volt még soha semmi, de nem indulnék el anélkül. Volt két címborám, akik Görögországban jártak rendszeresen nyaralni, még ez a 90-es évek elején volt, és mind a kettőjüknek egy szuper autója volt, az egyik egy akkor 18 éves Fiat Ritmo volt, a másik meg valami, a másiknak azt hiszem ez egy relatív jó kettes golfja volt, és egy bizonyos pillanatban, amikor olyan érzékenységi szintre kerültek, akkor kitalálták, hogy a tengerparton milyen jó lenne az autóval ott rallizni. És hát nem tartott sokáig, mert hogy a hamokban egy méteren belül elsüllyed. Majd nekiálltak kiszedni, leégett a kuplunk. Úgy jöttek haza Görögországból, hogy az egyik autóval tolták a másikat fölfelé, amikor az emelkedőre értek, tehát amikor volt már egy ilyen 2 vagy 1%-os emelkedő, akkor már nem tudott fölmenni az autó, mert csúszott a kuplunk, úgyhogy hátulról tolta a másik autóval. Így jöttek haza Görögországból. Nem. Figyelj, mert túlélték egyébként, hazajöttek, nyilván egy kicsit tovább tartott az út, mint tervezték, de hogy hazaértek. Majd következő évben az említett úriember eljátszotta a haverjának az autójával ugyanezt a sztorit. Ugyanúgy belement a homokba, és ugyanúgy leégette a kuplungot, úgyhogy úgy jöttek haza, hogy akkor a másik autóval tolták, ami tavaly egyébként nem működött, vagy tavaly működött konkrétan. Okosak. Igen. Azóta tanultak belőle, vagy még ezt eljátszottak egy pár szóval? Szerintem többször nem játszottak, repülővel mentek utána már csak direktig, azt mondja, nem kellett tolni. Rozál azt írja nekünk, hogy biztosításunk van a házra, az autóra, a motorra, az utánfutóra, életbiztosítás mindkettőkre, és ha utazunk, akkor utasbiztosítás is. Jó ügyfelünk vagyunk. Hát igen, ti nagyon bebiztosítjátok magatokat, az biztos. Azt is írja valaki egy plusz 49-es számról, a biztosítók egyből keresik az apró betűs részt, hogy miért mentesüljön. Helyel közel van benne igazság. Plusz kaszkóra kifizeted az autó árát használt autónál pár év alatt. Hát most nyilvánvalóan megvannak azok a dimenziók, amikor egy kaszkót megéri megkötni, mondjuk egy 500 ezer forintos autóra. Egyébként nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e kötni kaszkót. Szerintem igen, nem is vállalják. Nincs értelmetlen. Meg most az a, mit csinálsz? Tehát, hogy mennyit költsél arra az autóra? Tehát most már le kell cserélni két elemet rajta, akkor már az gazdasági totálkáros. Tehát arra nyilván nem kötsz kaszkót, de mondjuk egy 5-8 milliós autónál azért ott belefuthatsz. Igen. Egy olyan történetbe, hogy ott lenullázod a kasszát elég rendesen. Sláger reggel! 8 perc múlva, 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Kicsit még... Bocsánat. Igen, próbáltad azt a magas hangot kiénekelni. Sikerült is. Nagyon ügyes voltál, amit hallhattunk az AHA szuper slágerében. Én imádom ezt a dalt még mindig. Nem annyira bármikor. Megy ez neked. Ne, inkább ne. Egyébként hasonló hangja volt a kecskének is. Igen, akit lehet, hogy énekelni akart. Ó, Istenem. Hogy mikor jött jól a biztosítás, erről beszélgettünk. Csiszi azt írja nekünk, sziasztok, lakásbiztosításom van, bár most jobb lenne a balesetbiztosítás, mert sikeresen eltörtem a csuklóm. Jobbulás neked, de elvileg van olyan balesetbiztosítás, vagy lakás, amiben benne van a baleset. Igen. Is. Tehát, hogyha valami történik veled otthon, akkor az arra is fizetnek. Hát ilyen csonttörésre igen. 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 Szerintem igen. Azt érdemes lenne akkor utána Csiszi, kérdezni. Hát, ha igen. És a csukló az egy nagyon nehezen gyógyul meg. Igen. Hát az egy nyűgös eset. És itt van velünk Sándor is. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Hello! Nektek egy mauritiusi útnál jött jól, ugye a biztosítás? Így ahogy mondod, két fiammal voltunk kint 3 éve Mauritiuson, és a fiatalabbiknak perforált a vak bele. Szegény! Úgyhogy egy délután folyamán panaszkodott, hogy rosszabbul érzi magát, aztán elaludt. Ugye nyilván adtam neki gyógyszert, biztos elrontotta a gyomrát, hogy előtte volt egy olyan túránk, amin olyan émelyekvel jöttünk vissza, ő émelyekvel jött vissza, erre panaszkodott, bár soha nem fordult neki ilyen elő korábban, ilyen túrák kapcsán, és mondta, hogy úgy rosszabbul van. Aztán hát sikerült könnyíteni magán, és aztán elaludt. Na, éjszaka én kitanultam az egész szakmát vakbélből és minden egyébből, alig vártam a hajnalt,
és vagy a reggelt, gondoltam, hogy a szálloda orvosához elmegyek, aztán végül is az ottani magyar idegenvezető hölgyhöz mentem, aki korábban orvosként praktizált, ott oda ment férjhez, és 40 óve ott él, és nagyon nagy kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Őt fölhívtam, 20 perc múlva ott volt a szállodába, és vittek a klinikára. Kicsit fenntartásom volt Mauritius, ugye, aha, klinika, minden egyéb, milyen lesz, hogy lesz. Hát le a kalappal, tehát ilyen klinikán nem voltam. Hát, néhány helyen jártam már a világban, de ilyen klinikán nem voltam. Gyereket várták, abszolút vizsgálat, ultrahang, minden, két orvos megnézte, mondták, hogy műtét lesz, de a profot meg kell várni, még egy emerit csinálnak róla, mondom, úristen, emerit, biztos elviszik valahova máshova, hát nem ott helyre, ott volt az emerit természetesen. Megnézték, vitték a műtőbe, írd és mond, beértünk a klinikára, és 2 óra 10 perc múlva a gyerek a műtőben volt. Aztán. Megcsinálták, szuperul sikerült, bár az orvos ugye elmondta nekem is, illetve az idegenvezető hölgynek, aki korábban orvosként praktizált, hogy hát még egy fél napunk lett volna, és isteni mázli, ugye 3 nap múlva indultunk volna haza, isteni mázli, hogy nem a repülő út alatt történt. De a biztosítás mindent fedezett? Tehát az ottani műtéti költségeket, a hazaszállítást? Az ottani műtéti költségeket, kórházi tartózkodást, hazaszállítást, gondolom. Utána a szállodában való tartózkodást, és ugye a hazajövetelt, ami ugye fekvőhely helyzetben kellett történni, igen, a gyereknek, tehát nem a turista osztályon jöttünk. Tehát első osztályon utazott haza a gyerkőc? Igen, meg én is. Aha. Mert ugye én voltam kísérő, tehát a másik gyerkőc az hazajött egyedül az, aha, időben, és így jöttünk haza. Na most ez a történet, csak a műtéti eljárás nézve, ha jól emlékszem, ilyen 6,2 millió forint lett volna. Hát akkor jó, hogy volt biztosításotok, tényleg. Hát ezért írjunk. Így van, és ezért is kell. Így van. A tartózkodás a szállodában. Plusz az első osztály. Igen, voltak, igen. Mert nagyon odafigyeltek a gyerekre, plusz a repülőjegy. Baráti körben mindig mondják, hogy hát biztosítás kell-e, nem kell-e. Én mindig szoktam kötni, mindig javaslom. És elmondod ezt a példát. Kötöttem. Igen. De korábban mindig kötöttem, tehát nem csak most, mindig is kötöttem, ha átlépjük az országhatárt. Mindig javasoltam, a baráti kör mindig mondta, hogy hát nem biztos, nem kidobott pénz, minden. Aztán most mondták, hogy fú, de mázli volt, hogy kötöttük. Hát nagyon köszönjük. Ez tudatos gondolkodás. Így van. Köszönjük nagyon szépen, Sándor. Szép napot. Sziasztok. Azért ez egy elég durva sztori. Igen, abszolút. A folytatásban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy van-e ideális korkülönbség párok között, ami például garancia lehet arra, hogy jól működjön egy párkapcsolat, vagy ennek pont a visszás oldala, hogy mitől nem működhet. Természetesen majd hívjuk állandó szakértőnket, Hevesi Krisztát. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 7 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással, hogy mekkora az ideális korkülönbség egy párkapcsolatban, erről fogunk beszélgetni. Írják meg nekünk, mióta vannak együtt, és mekkora a korkülönbség. Addig is itt van Kygo és Selena Gomez, jó reggelt! Ez a Sláger reggel. 1 perc múlva 4:09, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Kicsit bekönnyeztem, bocsánat. Mi történt? Hát ilyen kameleon módjára megpróbáltam lehúzni a mikrofon állványt, ahogy szoktam is, csak ugye tegnap kiugrott a vállam kecskefogás közben, és még vannak olyan mozdulatok, amiket nagyon nem kellene csinálnom. De jól vagy, hogy ettől könnyeztél ennyire? Fáj? Cigarettafüst, attól könnyezem. Párásat a tekintetem, ez tagadhatatlan, igen. Nem baj, a gombokat még talán tudom nyomni. Jó, ez a lényeg, hogy létezik-e ideális korkülönbség egy pár kapcsolatban, erre mindenkinek más a válasza. Most találtunk egy cikket, mely szerint az angol száz nyelvterületen elterjedt az a szabály, hogy ha az éveink számának a fele plusz 7 év, aminél fiatal a partnerrel, nem érdemes kezdened, mert nem lesztek boldogok. Plusz 7. Várjál. Annál fiatalabbal ne. Ez nem a korkülönbség, hanem az évszám. Igen, tehát hogy annál fiatalabbal ne. Mert akkor se tudom kiszámolni. Dehogy nem. Hány éves vagy, szívem? 30. Jó, oké, akkor annak a fele 15. 15 meg 7, az mennyi? Ne segíts. 22. 22 évesnél fiatalabb hölgyel nem szabadna kezdened, hanem lennél házas. Na de akkor már rögtön 8 év a korkülönbség. Értem, és?
Nem a 7 év? Nem. Az nem, plusz nem 7 év. Tehát add hozzá ahhoz, ami a számaidnak a fele. Mert ugye azt mondják, hogy akkor a partnerek nem annyira tudnak jól egymásra csatlakozni, ha túl nagy a korkülönbség, pont azért, mert nagyon fiatalok. De ezt lehet cáfolni is a hallgatóinknak, tehát nyugodtan írjanak olyanok, akik mondjuk már együtt vannak 20 éve, és 20 év például a korkülönbség közöttük. Nekem a legnagyobb korkülönbséges kapcsolatom... 60 év. Nem, az egy 20 év volt, amikor 21 éves voltam, és szerelmes egy volt. Egy éves volt, te piszok! Nem, ja. Szerelmes voltam egy idősebb férfi emberbe, de teljesen jól működött a dolog egy ideig, aztán utána rájöttem, hogy én jobban aztán szeretem jött, őt, mint... a KED. És akkor már... Nektek mekkora volt a legnagyobb korkülönbség? Nem volt szerintem nagy, nem nagy volt korkülönbség, ilyen. Szerintem ilyen 2-3 év. Aha. Uh-huh. Nem volt olyan veszélyes. Tehát akkor azt mondod te is, hogy az ideális az az, hogyha ilyen 2-3 év. Én nem azt mondom feltétlenül, hogy az ideális. Ez így alakult, igen. Uh-huh. Hát most jó, hát nyilvánvalóan szerintem fiatal vagyok, de hogy fiatalok vagyunk mind a ketten, természetesen, de hogy... Tehát, hogy itt azért akkor a korkülönbséget úgy önmagában előidézni, az már szerintem furcsa. Itt van velünk Kriszti, szia, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt! Mióta vagytok ti együtt? A pároddal? Lassan 29 éve. Az igen. Minden. Akkor jól működik a dolog, nem? Jól, igen. Szerintem abszolút jól. Én még kamasz voltam, amikor megismertem, és 21 voltam, amikor összeházasodtunk, és azóta teljesen jól működik ez az egész, úgyhogy nekem, tehát én mindig szoktam mondani, nekem ő a lottó ötös. Figyelj csak, de te 21 éves voltál, amikor házasodtatok. És ő meg 5-tel több. Aha, tehát 5 év a korkülönbség közöttetek. Az teljesen ideális, nem? Abszolút, én azt gondolom, hogy teljesen. Tehát nekem vannak olyan barátaim, akik, ahol a hölgy fiatalabb, mondjuk 5-8 évvel. Aztán van olyan ismerősöm, ahol a hölgy idősebb, 4 évvel, na azt nevezem én papucskormánynak, úgyhogy... Milyen kifejezéseket tanulunk? Mert nagyon, tehát hihetetlen, tehát a Pali egy hittelenül jó fej, és a felesége mindenbe visszahúzza. Ó, az baj. Én azt gondolom, hogy... De szerinted ez annak köszönhető, mert hogy idősebb, vagy inkább a személyisége ilyen, mert az hát is lehet, nem? Ő már keresztrejtvényt akar fejteni nyugodtan, jó, délutáni én alvás. Gondolom, én azt gondolom, hogy közrejátszik a személyisége is, de nekem az a meglátásom, hogy egy pasira egy nő nézzen fel. Tehát magasabb is legyen, világos. Magasabb is legyen, még szép, egy magasabb kucipőt kibírjon már, nehogy. Teljesen igazad van. Nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, puszilunk, és szép napot neked. Jó napot, szia! Hogy mekkora korkülönbség a párkapcsolatukban, írják meg nekünk, és azt is, hogy mióta vannak együtt, és hogyha esetleg valaki cáfolná Krisztit, mert mondjuk ismer olyan embert, ahol a hölgy idősebb, és mégis jól működik a dolog, akkor ezt is szívesen vesztük. Ki magasabb a magas sarkúban. Igen. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 8:30 jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Petra talált egy képletet tulajdonképpen arra, hogy hogyan számítsok ki, hogy ideális legyen a kapcsolatunkban az évszámok különbsége, illetve a korkülönbség. Igen, erre van egy egyszerűbb szó, a korkülönbség is. Igen, akár használhatnám ezt is, de ez túl egyszerűnek tűnik. Nehéz mondjuk elképzelni azt, hogy egy szórakozó helyen rögtön nekiállsz egy spirálfüzetre, és elkezdesz számolgatni. Szia, de szép szemeid vannak. Figyelj, hány éves vagy? Hát 18 kis türelmet. És akkor neki ez kiszám, logaritmus, és akkor megvan, és aztán pedig olyan jól indul. Viszont hallásra. De nem jó az évszám. És nem jó sajnos nem, az évszám. Sajnáljuk, igen. Itt van velünk dr. Hevesi Kriszta, állandó szakértőnk, és a te meglátásod mi? Mit tapasztalsz a párkapcsolatokban, akikkel egyébként eddig találkoztál, hogy mi az, ami ideális korkülönbség jó lehet? Reggelt, van szia. Egyáltalán ilyen? Szia! Jó reggelt, igen, füleim már a rádióra tapadtak. Hát az az igazság, természetesen kivételek vannak, azért is beszélünk erről, hogy azért az ember arra van programozva, biológiailag, hogy a viszonylag hasonló életkorúakat preferálja, hogy azok iránt vonzódjék. Uh-huh. Ennek nagyon egyszerű evolúciós oka van, azért, hogy együtt tudjunk szaporodni. És az, hogy ugyanakkor, hogyha megnézzük, azért, ami még ebben fontos, tehát én azt mondanám, hogy azért egy generációnyi különbség az már sok, mert már teljesen más nyelvet beszél.
vagyunk. Aha. És ugye azért a hétköznapokban is ott vannak azok a kis jutalomfalatkák, ugye, hogy mondok valamit, és a másik nevet rajta, félszavakból megértjük egymást, összenézünk. Tehát az, amikor ugyanazokban a dolgokban nőttünk föl, ugyanaz a múltunk, ugyanazokon nevetünk, tehát ez a, még hogyha nem is térben egy helyen voltunk, de hogy a közös élmények. Tehát ez az elmélet, aztán persze van a gyakorlat, ami minden fölül tud írni, és itt elsősorban most olyat mondok, ami természetesen hát ugye a köznyelvben is ismert, tehát hogyha valami hiányunkat pótoljuk, tehát ilyen ugye az apakomplexus, anyakomplexus, uh-huh. amit azért hadd csavarjak rajta még egyet, tehát azért ugye a parafiliák azért egy olyan gerontofilia elnevezéssel mondjuk díjaznak, tehát valahol azért azzal a felhanggal, hogy az azért nem teljesen természetes. Tehát egy 30-40-50 éves korkülönbség természetesen az azért igen. van. Igen, tehát azért természetesen van az a pénzmennyiség, ami fiatalik, de azért, igen, szóval azért ez azért ez ritkaság, és egyébként még azt tegyem hozzá, hogy van egy ilyen szociális csereelmélet, ami azt mondja, hogy valahol a párkeresésnél is igyekszünk a legjobb boltot csinálni. Igen. És hogy vannak olyan tulajdonságok, ilyen a fiatalság, szépség, gazdagság, stb., amit nagyon magasra értékelnek. Tehát mondjuk azt, hogy több zsetón jár érte, hogyha valaki ilyesmivel rendelkezik, több mindent elnézünk neki. Tehát ez, de akkor hadd mondjak még egy kifejezést. Tehát az, hogy valójában, amikor párunk van, ott azért van egy olyan is, hogy mi az, amit kapok általa. Tehát például mondjuk a hírnév, ami szintén egy magasan értékelt, az azt adja az adott személynek, hogy pont engem választ, uh-huh. hogy megemeli az önértékelésemet. Hogy én milyen egy különleges valaki vagyok, hogy egy ilyen fantasztikus ember van odaértem, de ez persze akármi lehet egy szakmai kiválóság, tehát nem feltétlenül csak a hírnév dimenziójában gondolkodva. Tehát ezek vannak, de ezen kívül pedig akkor ugyanígy még mondhatjuk, hogy ott vannak ez a kronológiai, biológiai, pszichológiai életkor, hogy valaki annyira jól tartja magát, ami miatt aztán, tehát tényleg szinte egy generációt áthidalhat. És teljesen más, így van. Igen, mert azért vannak olyan 40-es, 50-es pasik, akik tényleg olyanok, mint hogyha 30-asok lennének, és nyilván ezért vonzódnak inkább mondjuk a 30-as nőkhöz. Buknak rá, igen. A csajok a kocsira is, igen. És azt is tegyük hozzá, hogy azért persze divathullámok is vannak, tehát most ugye, itt mondjuk a MILF korszak, ami divatban jött, van. Ami hát azért nagyon sokféle filmeknek köszönhető, és hát persze, ugyanakkor egyébként én is olvastam ezt a matekot, ugye, és ott érdekes, mert az azt mondja, hogy a különbség az életkor előre haladtával, hogy egyre inkább tolerálható. Ez paradox, mert én megfordítanám, mert hogy ugye mondjuk lehet, hogy valaki, tehát vannak az emberi életnek ilyen hullámai, hogy mondjuk egy bizonyos korig baromira jól tartja magát, utána viszont azért hadd tegyük hozzá, hogy mondjuk például a testi vágy is hanyatlani kezd, stb. Tehát lehet, hogy mondjuk ami a 20-as, tehát amikor mondjuk 36-7-8 éves az ember, akkor az még egy fiatal embernek számít, utána viszont 20 évvel később már lehet, hogy jobban kijön az, hogy míg a másik még csak mondjuk 30-40-es, addig, tehát hogy azért nem feltétlenül értek én ezzel egyet, hogy most akkor ez a fajta ilyen életkori olló, hogy az később csökken, de tulajdonképpen, tehát tényleg, hogy annyi kivétel van és annyi változat, nyilván, tehát mondom, az azért nagyon fontos, hogy nem véletlen beszélünk erről, hogy az az általános és megszokott, hogy azért viszonylag hasonló életkorú személyek tartoznak össze, és aztán persze van az a számos tényező a környezetünkben, ami felülírja ezt. Nagyon szépen köszönjük, Kriszta, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, kívánunk neked. Szia. Hello. Dr. Hevesi Krisztát hallották, állandó szakértőnk, szexuálpszichológus. Továbbra is várjuk az üzeneteket. Mekkora a korkülönbség a párkapcsolatukban, és mióta vannak együtt, hogy ezáltal is láthassuk, hogy nálunk a Sláger FM családban mi a helyzet. Egy-két üzenetet én már látok. Hát vannak különlegesek, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk. Sláger reggel. 6 perc múlva 3-4-9, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Korkülönbségről beszélgetünk, párkapcsolaton belüli korkülönbségről. Jönnek jócskán az üzenetek. Sziasztok, 6 éve élünk együtt, 30 év van köztünk, ezt Gábor írja. Azért nem semmi. Aztán van itt egy üzenet, ugyan aláírás nincsen, de hát ő már szerintem lőne bármire. Ideális, 0-tól 40-ig bármi.
Csak legyen már valami. A Facebook oldalra is kitettünk egy posztot ezzel kapcsolatban. Anita ide írja, sziasztok, 6 év van közöttünk, a férjem 47, én 41, és 21 éve vagyunk házasok, sok-sok szívecskével, és ide írta a férje Zsolt nevét is, úgyhogy valószínűleg működőképes ez a dolog náluk is. Írjál valamit oda, Zsolt, mert kikapsz. Igen, igen. Azonnal rögtön reagálja. Így van, kell is egyébként. Itt van velünk Bogi, szia, jó reggelt! Sziasztok! Hello, hello. Szia. Te ugye 22 éves vagy. Igen. A párod pedig 37. Igen. Tehát akkor köztetek a korkülönbség 15 év. Mióta vagytok együtt? Igen. 5. éve volt most áprilisban. És tök jól működik minden, ugye? Igen, igen, hál' Istennek. Van már gyereketek is? Igen, egy 27 hónapos kislányunk. Ó, és nincs semmi olyan surlódás közöttetek, ami abból adódik, hogy 15 év a korkülönbség, mert ez már nagyobb, mint az ideális. Igazából nem mondanám, vannak összezörrenések, de szerintem minden kapcsolatban előfordul. Teljesen de igaz. Jó, mert amikor már... Így van. Hát még egy kicsit úgy az orrod alatt mondod, hogy halkabban, és akkor már nem hallja, hogy ugye... Azért 37 évesen még hallja. Jó, van. Köszi, Bogi, hogy itt voltál velünk. Legyetek nagyon boldogok. Köszönjük. Szia. Sziasztok. És István is itt van velünk a vonalban. Haló. Igen, itt vagyok. Jó reggel. Te ugye István, köztetek azért van korkülönbség jócskán. Te mennyi idős vagy, és a párod mennyi? Én vagyok 67. Nem, 76, bocsánat, mert mindig megfordítom a számokat. Igen. 76? Hát 76 nagyon fiatalos éves vagy. 76, és a feleségem meg 53. És mikor találtatok egymásra? Hát körülbelül 8 éve rock'n'roll tánc közben. Mind a ketten nagyon jól táncolunk. Aha. És rock'n'rolltunk. És utána megszerettük egymást, és 6 évvel ezelőtt megházasodtunk. Én akkor is haza is költöztem, mert én 58 évig külföldön éltem, uh-huh. És hazaköltöztem, és nagyon boldogok vagyunk. De jó! Nagyon boldogok vagyunk. Hát akkor nálatok ez a hatalmas korkülönbség, ez működőképes? Ez nagyon működőképes, együtt Nordic walkingozunk. Wow! Nagyon szeretjük a hegyeket, vagyunk sokat Svájcban, hegyeket mászunk. Nagyon szeretjük a természetet. Ő szereti az édesbort, én meg szeretem a száraz vörösbort. Kiegészítitek egymást. Abszolút. Köszönjük igen, szépen, hogy itt vagy velünk, és legyetek sokáig boldogok. De jó. Szia István. Egy igazi Jampi Istvánnal beszéltünk akkor. Hát figyelj. Igen, van még mindig. Hát a tánc. Mindig a táncolók. Hát és a tánc fiatalon tart téged is. 76 éves őrület. Köszi szépen. Köszönjük, szép napot. Sziasztok. Na, az ilyen szuper sztorikat még várjuk SMS-ben, vagy akár a Sláger FM Facebook oldalán. Mennyire jó fel. Ugye, ez nagyon jó. És ugye ráadásul későn találtak egymásra. Tehát ő 70 éves volt, amikor megtalálta a párját. Óriási. Ez a Sláger reggel. Hű, 9 perc múlva 9 óra. Egyre bonyolultabbak ezek az idő dolgok. Elkavarodtál? Teljesen, igen. Hát, csodálkozol? Nem, dehogy is. Remélem, hogy otthon is mondjuk kávéfőzés közben valaki ugrált a konyhába, mert ezt így tudom elképzelni. Az a baj kávéfőzés. Kilötyög az egész, hogyha ACDC szól. Jó, akkor a séket ilyenkor kell összekeverni, tudod, és akkor arra simán lehet ugrálni. Csak rá kell tenni a tetejét előbb. Így. Arról beszélgettünk, ugye, hogy van-e ideális korkülönbség egy párkapcsolatban. Sok komment érkezik a Facebook oldalunkra is, például Gressai Kriszt azt írja, 2012 óta vagyunk együtt, én 38 vagyok, a párom 54, és a párja a hölgy tag a csapatban, és ő az idősebb, és nagyon jól működik a párkapcsolatuk. László azt írja, sziasztok, 80-as születési pasi vagyok, a párocskám 3 évvel idősebb, határozott, erős nő. 3 gyermeket nevelünk, és nem vagyok papucs, az utolsó szó mindig az enyém. Szép napot! Aztán azt írja nekünk Szilvi, sziasztok, a férjem 41 éves, én 31, nagyon jól működik a kapcsolatunk már 12 éve. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek a műsorhoz hozzászólva. István 9 évvel fiatalabb, eleinte zavart, de most nem érzem a különbséget, összecsiszolódtunk, ezt Anikó írja. De Párgyő üzenete, aki a Sláger FM SMS falára írt nekünk, jó reggelt pajtások, hosszú ideje nem írtam, de nagyon jó a téma. A párom 5 év után hagyott el, köztünk 17 év volt a korkülönbség. Hát akkor ez nem működött, ez nem egy sikersztori. Reméljük, hogy majd megtalálod a következőt, az igazit. Bízunk bele, meg szurkolunk. Igazából az nem derül ki, és nem egyértelmű az, hogy azért nem jött össze a ti kapcsolatotok, vagy azért lett vége 5 év után, mert ekkora volt a korkülönbség. Tehát nem tudjuk kimondani. Uh-huh. Úgyhogy írd majd meg nekünk, hogy mi lett a vége, vagy miért lett vége egyáltalán. És szerintem nem sikerült megfejteni ezt egy óra alatt, hogy vajon azok a kutatások, amik írják, ugye százalékban le van bontva, ugye, hogyha
1 év a korkülönbség, akkor 3%-kal növeli a szakítás esélyét, 5 év esetében már 18%, 30 év esetében pedig 172% az esély. Hát nyilván a szakításba az elhalálozás is beletartozik már a 30 éves korkülönbségnél. Tehát, biztos, az, sajnos ezzel már számolni kell. De szerintem nem sikerült beigazolni ezt a kutatást. Igen, mert hogy a hallgatói reakciókból azt látjuk, hogy minden sztori más, és nagyon sok a boldog párkapcsolat, annak ellenére például, ha mondjuk 10 vagy 15 év a korkülönbség, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen őszinték voltak. És azoknak is szerintem jár a taps, akik kibírnak, teljesen mindegy, hogy korkülönbség ide vagy oda, mondjuk egy nehéz ember mellett egy hosszú életet. Így van, mondjuk akár 30-40 évet. Akár 30-40 évet. Lehet őket is jelölni, mert hogy ma is meg szeretnénk tapsolni a napemberét, 0630-30-30-95-8, de a Sláger FM Viber fiókjára, illetve a Facebook oldalára is várjuk az üzeneteket. A folytatásban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy milyen gyökeres változásokra számíthatunk a reptereken, és mi vár minket, hogyha már újra utazhatunk. És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 5 perc elmúlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hogy milyen változásokat hozott a koronavírus járvány a budapesti reptéren, hamarosan Valentinyi Katjalannal, a Budapest Airport kommunikációs vezetőjével beszélünk. Csak kimondom, addig is itt van Ed Sheeran. Ez a Sláger reggel. 9 perc elmúlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. A koronavírus járvány után rengeteg minden megváltozik körülöttünk, többnyire a biztonsági szabályok miatt, ez nincs másképpen a Ferihegyi reptéren is, a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren, csak hogy ilyen finoman fogalmazzam meg, és pontosan fogalmazzak. Itt van velünk a vonalban Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Mi olvastuk egy cikkben, hogy például eltűnnek az alkalmazottak, hogy a szemünk elől sokkal kevesebben fognak dolgozni majd, akikkel találkozhatunk. Ez így lesz? Nem. Én inkább azt mondanám, hogy az előírások vonatkoznak, vagy változnak meg azzal kapcsolatban, hogy például hogyan léphetünk majd, vagy léphetnek a kollégák kapcsolatban az utasokkal. Például, hogy flexiál választókat kell tenni oda, ahol ez indokolt, mondjuk a check-in pultoknál. De nyilvánvalóan nagyon sok olyan munkakör van a repülőtéren, ahol egyébként eleve az emberi munkaerő szükséges, például a biztonsági átvilágításnál. Én azt gondolom, hogy inkább azokat az óvintézkedéseket kell majd betartani, amelyeket a nemzetközi protokollok is előírnak. Ugye a biztonsági ellenőrzésnél ezt szerintem sokan szenvedtünk már. Ugye voltak ezek az aranyos kis szürke ládák, amiből bele kellett pakolni, ugye azokat a kiegészítőket, amik rajtunk voltak, illetve zsebekből kiüríteni, táskákat belerakni. Na most azt nyilvánvalóan normál esetben, vagy normális működés esetén megfogják mondjuk egy adott idő alatt 10-15-en azt a ládát. Na most ezzel például mi lesz? Ezeket például folyamatosan fertőtlenítjük, tehát nagyon jó a kérdés, hogy azokon a területeken, és pont a tárcáknál is, a biztonsági folyosókon, ahol ugye minden utas gyakorlatilag átmegy, tehát ezekkel a helyekkel minden utas érintkezik, ott folyamatos és rendszeres a fertőtlenítő takarítás, a fertőtlenítő áttörlés, és nyilván minden nap egyszer és speciális szerrel, speciális eszközökkel a kollégáink végig fertőtlenítik. Egyébként van, hogy többször is, az attól függ, hogy hány utas halad át egy napon. Tehát én inkább még egyszer azt mondom, hogy olyan biztonsági előírások alakulnak, vonatkoznak a repülőterekre is, légitársaságokra is, amit innentől kezdve egész egyszer mindenkinek be kell tartani. Tehát ez biztos, hogy az utazás meg fog változni ezután a járvány után, és a repülőtéren is életbe fognak lépni olyan szabályok, olyan protokollok, amikkel nem találkoztunk, például a sorban állás, hogy nem lehet minden székre leülni. Ugye nálunk is így van most a budapesti reptéren. Minden második székre például tiltó matricát helyeztünk ki, tehát nem egész egyszerűen segítenünk kell az utasoknak padló matricákkal, kihelyezett matricákkal, tiltó táblákkal, figyelemfelhívással, hogy tartsák a távolságot, figyeljenek egymásra, magukra, viseljenek maszkot, érkezzenek abban, ne jöjjenek be kísérővel a terminál épületre, tehát hogy tehát már akkor nem lesz az, bocsánat, hogy elkísérhet valaki, hogyha elutazunk, megvárhat minket ott, amikor megérkezünk? Most ez eltűnik egy időre akkor. Hát így, igen, ez egy időre eltűnik. Fel is hívtuk az utasok figyelmét, hogy ha lehet, nyilván persze vannak olyan esetek, ha valaki mozgáskorlátozott, vagy esetleg gyerek utazik, persze, akkor bekísérhetik, de egyébként azt kértük az utasoktól, hogy lehetőség szerint kint a parkolóban búcsúzzanak el, és egyedül lépjen be a terminál épületbe. Nyilván minél kevesebb ember van bent, vagy minél kevesebb utas tartózkodik bent, annál könnyebb tartani a előírt távolságot egymástól.
A biztonsági ellenőrzés, én egyébként egy ilyen relatív stresszes utazó vagyok. Tehát nekem az idő az mindig egy ilyen, ha Istenem, csak mi inkább legyünk ott egy órával előtt. A feleségem ezt nagyon örül ennek a dolognak, ő pedig ilyen notórius késő, szóval mi jó párost alkotunk. A biztonsági ellenőrzés előtt mindig hatalmas sorok szoktak állni. Egyébként megdöbbentően hamar lemegy az a nagyon nagy sor, tehát ugye nekem mindig egy frász, aztán utána 5 perc múlva már túljutottunk rajta. Na de azt a sort például, ezt hogy lehet megoldani? Most nyilván lényegesen kisebb az utas forgalom, de hogyha ez beindul, akkor ezt hogy lehet tartani? Ugye egyrészt szerintem a technológiai újításokkal, amit Budapesten is elérhető, ugye az online check-in az ember otthonról is be tud csekkolni a járatára, de kint a repülőtéren is van ez a self-check-in nevezetű, tehát önkiszolgáló check-in pult, ahol be tudja szkennelni a jegyét, kinyomtatja a beszállókártyáját az utas, és ugyanez vonatkozik például a podgyászkezelésre, tehát nagyon sok járatnál elérhető már az önkiszolgáló podgyászfeladó rendszer, ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen totem oszlop, vagy mint egy bankautomata, ami az ember oda megy, beszkenneli a beszállókártyáját, kinyomja a gép a podgyász feladó matricát, ráragasztja önmaga, és várakja a szalagra, tehát hogy ezekkel az újításokkal például menedzselhető a sor aktívabban, és hát nyilván valóan egyébként kint is a check-in résznél ott a halban felraktuk azokat a padlómatricákat, hogy megfelelő távolsággal álljanak sorba. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre, amíg most alacsony a forgalom, ez kiválóan menedzselhető így. Nyilvánvaló az egy más helyzet lesz, amikor ez majd full beindul, de egyelőre ez nem holnap után fog sajnos megtörténni, úgyhogy tényleg azt látjuk, hogy a forgalomnak maximum a fele fog idén visszaépülni, itt is és Európában is, és nyilván a terminál épület pedig elég nagy ahhoz, hogy ezt a mennyiségű utast kezelje. Valentinnyi Katalinnak, a Budapest Airport kommunikációs vezetőjének nagyon szépen köszönjük, jó munkát kívánunk nektek! Köszönjük, szép napot! Köszönöm, szép napot! Köszönöm. De milyen érdekes egyébként, hogy tényleg azt érdemes megvizsgálni, hogy hogyan tudunk mi egy kicsit előre menni a dologgal. Így tehát, van. Hogy megelőzni azt, hogy mondjuk tényleg sor legyen, és ezek az online felületek, ezek nagyban segítenek szerintem. Én azért már várom, hogy újra repülhessünk. Én nagyon szeretek a reptéren is lenni. Jó, hát most nyilván kevesebb időt tölthetünk majd ott, de repülni is nagyon. Ja, kinek mi a legjobb repülős élménye? Sláger reggel! 7 perc múlva 9:30 jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Valentinnyi Katalinnal beszélgetünk, a Budapest Airport kommunikációs vezetőjével, aki elárulta, hogy milyen változtatásokat eszközölnek a budapesti reptéren, illetve hát, hogy mivel tudjuk mi is egy kicsit megelőzni azt, hogy mondjuk sorba kelljen állni, és mivel tudunk egy kicsit magunkra is vigyázni, tehát ezek az online check-inek, ezek továbbra is működnek, érdemes ezt kihasználni, és mondjuk tájékozódni a honlapon. Repülősztorikat vártuk hallgatóinktól is a 0630 30 30 95 8-ra, és érkezett szép számmal üzenet. Igen, és az a szép benne, hogy ugye én azt mondom, a legjobb repülősztorit, hát inkább azt látom, hogy a legemlékezetesebbek jöttek. Sziasztok, 8 órán keresztül üvöltött egy másfél éves gyerek az előttünk lévő sorban. Ó, ilyen utam nekem is volt. Ez pompás. Még annak idején mi is egy 8 órás utat ültünk végig, és ott is egy nagyon pici babát hoztak magukkal. Nyilván a szülők nem tudták hova tenni a gyereket, meg szerették volna elhozni magukkal, csak én ilyenkor tudod, mindig azon gondolkodom, hogy pici babával utazni ilyen hosszú útra, tehát az ilyen kis pár hónapos volt még. Nem is tudom, hogy... A gyereknek se jó. Igen. Valószínűleg az utasoknak se. Az meg aztán főleg, igen. És ilyenkor szegény szülő is mennyire kellemetlenül érezheti magát. Tudod, hogy ő próbálja csitítgatni, de azért vannak olyan anyukák, akik úgy próbálnak mindent elkövetni, és látod, hogy ő is szorongatta, hogy a gyerek üvölt. Aki egy pár hónapos gyereke felszel a repülőre, és elutazik nyaralni valahová, ne haragudj, az nem fogja kellemetlenül érezni magát azért, mert sír a gyerek, és mondjuk még azt a maradék 140 embert, aki otthon a repülőn, az zavarja. Ezek szerint volt rossz élményed neked is. Tudod, milyen élményem volt? Nagyon kiborultál. Igen, most nincsen nagyon felhangosítva a rádió, de az olyan, amikor ülsz a repülőn, és így rugdossa a hátulról. Jaj, de jó. Tök aranyos. Várjál, azt hiszem, Zürichbe repültünk ki, tehát nem egy olyan észreszejtő, tehát azért ezt ki lehet bírni. Igen. Mögöttünk lévő sorban, a hármas ülés, mögöttünk apuka, anyuka, meg egy néni ült mellettük, de nem kapcsolódott hozzájuk családilag, és a kisgyereket berakták menetirányjal megfelelően, vagy megegyezően, tehát konkrétan a lába az én háttámlámhoz volt fordítva. Nem fordítja a 90 fokot, hogy nézzék ki az ablakon, úgy család
látsz semmit, de minden legalább nézzék ki az ablakon, és ne azt a rohadt széket rugdost folyamatosan, majd a néni oldalra fut, ja Istenem, olyan kis eleven. Én aztán befonom a szemöldökömet, mondom, ezt nem hiszem, ti is hátrafordultunk, már ilyen próbáltatok, fejjel, igen, és semmi. És semmi, nem vették alapot. Na, ez a baj, amikor a szülők nem veszik alapot, az nagyon kellemetlen. Fú, de fölidegesítettem magamat már most. Na jó, akkor nyugodj le egy kicsit, jöjjön neked egy nyugtató kis láger. Kim Walton, jó a UK? Mit szólsz hozzá? Jó. Kilélegzek, igen. Fú, nem tudom, igen. Dórival egymásra nézünk, még nem kell nekünk gyerek. Igen, még nem. Csak ezt az utat éljük túl, igen. Ez a Sláger reggel. 8 perc elmúlt, 9:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Eljött az a pillanat, amikor felhívjuk a figyelmet, hogy most kell küldeni az üzeneteket, most kell telefonálni, és jelöljék a nap emberét, mert hogy ma is meg szeretnénk valakit tapsolni. Ez lehet akár születésnapos, házassági évfordulós köszöntés, szóval bármi, vagy hogyha mondjuk esetleg valamelyik barátjukat szeretnék jelölni, mert segített nemrégiben. Mondjuk parkettát felszedni. Neked volt ilyen, aki segített parkettát felszedni? Nem, egyedül nem, csináltad nem, az vagy egészet. Vagy kecskét megfogni. Igen. Na, az volt. Az volt, az volt, igen. Akkor megtapsolom magamat. Jó, igen. Extrém sztorik is jöhetnek 0-30-30-30-95-8. Ez a Sláger reggel. 10 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Felhívást intéztünk ugye a hallgatókhoz, hogy írják meg, hogy ki a nap emberek érdemli meg ma a leges, legnagyobb tapsot, és itt van velünk Kati a vonalban. Halló, szia! Jó reggel! Szia! Sziasztok, jó reggelt! Hát én a férjemet jelölném a nap emberének, mert ma vagyunk 44 éves házasok, és mint eddig minden évben, most is térden állva kérte meg újra a kezem. Ó, már ilyen korán reggel? Igen. De édes, és itt van velünk a hős szerelmes László, szia! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Te tényleg ilyen jó fej vagy, hogy minden évben megkéred a feleséged kezét? Hát addig, amíg lebírok térdelni, igen. És ez hogy zajlik, reggel már így ébreszted? Hát úgy zajlik, hogy fölébred, és akkor letérdelt, és megmond neki, hogy még egyszer, hogy hozzám jössz feleségül. És ő mindig igen mond? Igen. Hát, Istenem. Igen, mert a mi házasságunk olyan, mint a rok, örök és elpusztítottan. De jó. Nagyon jó ezt hallani, hogy 44 éves házasok így beszélnek egymásról, úgyhogy nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönjük szépen. És szeressétek egymást sokáig. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon szépen köszönjük. Sok boldogságot. Köszönjük szépen. Hogyha esetleg valakinek eszébe jutott erről, hogy holnap van a házasság évfordulója, vagy a férjének mondjuk például igen, a születésnapja, akkor már ma elküldhetik nekünk, hogy holnapra meglegyen a jelölés. Igen, holnap május 28-a. Igen, segíts hát, egy ha, kicsit. Hát valami most bevillan. Így van. Nem akkor volt, Jézusom, akkor volt. Hát a férfiakkal ez előfordul, hogy a házasság évfordulókat annyira nem tudják. Miért a tiétek mikor van? Augusztus 24. Akkor te tudod. Fú, ilyen keresztkérdéseket. Nem, de tudom. De egyébként tudod, az a gáz, hogy most mondom, hogy majd holnap május 28-a van, és akkor az úr, jaj, ja nem, 18. Igen. Tudod? Igen. Na az a gáz, az, na, az a gáz, de mindegy, még lehet szerintem kompenzálni. Sláger reggel, csak a 95.8 Sláger FM-en. Egy bő 4 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. És ekközben megérkezett Somogyi Zoli is. Ciao. Hello. Jó reggelt kívánok akkor én is. Hogy hello. Ébredtél? Picit összegyógyultak a szemeid. Ezzel jön egyfolytában, hát mióta megjöttem. Mert, igen, mert máskor mindig ilyen hatalmasak a szemeid, és most olyan, mintha nem tudom, még nem ébredtél volna. Jó, hát az enyém az nagyon nagy. A szem a lélektükre. Szóval mi van veled, ennyit jól aludtál, minden jól, nagyon jól aludtam, köszönöm. Igen. Jól is ébredtem. Hát akkor minden rendben van veled. Persze. Akkor itt hagyhatunk. Persze, minden rendben. Minden okay. Kész, minden jó. Menjünk már. Szerintem menjünk már, nem? Sziasztok. Nem akar velünk beszélni. Konkrétan kipateroltak minket a stúdióból. Hát te már itt az ideje, hogy elinduljunk, és jó. Átadjuk a terepet a Zolinak. Jó, legyen így. Holnap reggel 6-kor, akkor reméljük, hogy ismét találkozunk. Jó munkát neked. Szép napot, jó rádiózás. Ciao.